Most pedig akkor ismerjenek meg egy szerény házas párt, akiknek a teljesítménye egyáltalán nem nevezhető szerénynek. Páncél Andrea és Hegyesi Tamás az egyetlen magyar pár, akik mindketten teljesítették a dupla Ironman-t. Ráadásul profi sportolói előképzettség nélkül indultak el az ultra triatlonosok rögös útján, és nagyon rövid idő alatt értek el ilyen fantasztikus eredményeket. Egy párkapcsolatban tele vagyunk tervekkel. Egy új ház, esetleg egy új autó, vagy éppen utazások szerepelhetnek a listán. Páncél Andrea és Hegyesi Tamás életében ez a lista egy ideje kiegészül egy-két extrával. Közös tervük volt, hogy lefussák a maratoni távot, és mindezt különösebb előképzettség nélkül. 2000-ben, akkor kezdtem el, de csak hobbiszerűen futni. Minden másnap. Maximum 10 kilométer. Én kézilabdáztam 15 évig, utána dartoztam 10 évig, ha az sportnak számít. Ilyen előzmények után azonban felkészültek és véghez is vitték, amit akartak. 2012-ben a Maratonfüred Balaton kerülő verseny harmadik napján teljesítették a klasszikus maratoni távot. Majd jött az újabb terv. Az első maraton után a Tomi találtak így végül is, hogy tudunk mind a ketten úszni, meg néha el szoktunk menni biciklizni, ugyan még versenybringánk nem volt, de itt a környéken mountain bike-kal a hegyekbe jó kis túrákat csináltunk, és akkor mondta Tomi, hogy induljunk el az Ironman-en. Mondom, mi az az Ironman? Miután Andrea megtudta, hogy az Ironman megszakítás nélküli 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból áll, finoman szólva is megütközött a dolgon. Hogy a hármat együtt, egymás után, hogy lehet megcsinálni? Mondom, nem vagy normális. Tehát mondom, ezt nem lehet megcsinálni. Mondtam, hogy csináljuk meg külön. Mindegy, egy héten egyiket mondjuk. És így is lett. Nagy szorgalommal megcsinálták a versenyszámokat külön-külön, majd 4 hónappal első maratoniuk után bátran belevágtak az Ironmanbe, a cél pedig a 16 órás szintidőn belül egészségesen célba érni. Sikerült. Nagyon elfáradtam, de én már akkor azt éreztem, hogy én ide jövőre visszajövök, és sokkal, de sokkal jobb idővel meg fogom csinálni, mert rendesen fogok edzeni, tudatosan, és tényleg olyan erőt adott az első Ironman, hogy én utána minden edzésre úgy mentem el, hogy én már Ironman vagyok, és azért vagyok itt, hogy jövőre még jobb legyek. Tamásnak is hatalmas élmény volt az első Ironman teljesítése, és ezután hamar megtalálták ultratriatlonistaként hitvallásukat. És a listájukra eztán mindig felkerült valamilyen újabb közös cél. Mi úgy érezzük, hogy nem megyünk ugyanazt a távot sokszor, hogy mondjuk javítsunk egy-két percet vagy órát, hanem ha lehet, akkor inkább feljebb lépünk egy távval tulajdonképpen is. Kipróbáljuk ott magunkat, ahol még eddig nem próbáltuk ki. Így a második Ironman-ük teljesítése után már az Iron Team SE versenyzőjeként 2013-ban kitűzték az embert próbáló dupla Ironman-t, amelyet egyesületük szervezett. Ezen Tamás külföldi munka miatt nem tudott részt venni, de Andi hihetetlen küzdelmek árán teljesítette, majd 2014-ben mindkettejüknek sikerült a 7,6 km úszásból, 360 km kerékpározásból és 84,4 km futásból álló hazai világkupa verseny Velencén. Azt adta, hogy még magabiztosabb vagyok, meg még jobban elhiszem magamról, hogy én nő vagyok, és olyan dolgokat csinálok, amit sok férfi nem mer, és nem mernek elindulni ilyen versenyen. És én mégis odállok, van bátorságom, és megcsinálom. Nehezebb volt a pálya? Ez egy sokkal nehezebb volt. A kerékpáros pályán 6-szor annyi szint volt, mint a 2013-as Ironman-en. Tehát ugyanúgy 360 km, csak 3200 méter szintemelkedéssel. Úgyhogy tényleg minden fiú azt mondta, hogy az a kerékpáros pálya borzasztó nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Andi 30 óra 20 perc, Tamás 31 óra 22 perc alatt teljesítette, a szintidő egyébként 36 óra. Az pedig, hogy verseny közben a mélypontjaiknál, a küzdelmeiknél és a szenvedéseik közben látják egymást és tudnak a másikról, mindenképpen plusz erőt adott. Én nekem mindenképpen jobb volt, hogy láttam, tudtam segíteni, szóltunk egymáshoz, együtt futottunk, láttam, hogy körözik, láttam, hogy jól halad, láttam, hogy viszonylag jól van, mert ezért senki nem ugrik ki a bőréből, frissességében. Úgyhogy nekem ez mindenképpen jobb volt, hogy együtt voltunk.
Az ultratriatlon nem csak Andreának és Tamásnak hozott vadonatúj célokat életébe, hanem az egész családnak is. Andi lánya, a 16 éves Szandi például az ő hatásukra kezdett el triatlonozni, és ha csak teheti, minden versenyükre elkíséri szüleit, mint ahogy Andrea édesanyja és testvére is. A fő mindenesünk az a Hugi, ő a testvérem, tehát ő nagyon képben van, és nagyon érti is ezeket a dolgokat, és akkor anya főz, tehát ő csinálja mindig a fincsit, mindig amit kérünk, bevásárol, megcsinálja, becsomagolja, elhozza, rendezget. Szandika pedig az ügyintéző, tehát ő szeret nagyon tenni-venni, ügyintézni, ő a befutózene felelős, tehát mindig ő intézi a zenét, és akkor ők így hárman kiegészítik egymást. A segítőkész család nélkül pedig Andrea és Tamás nem tudnának ilyen jól teljesíteni a versenyeken, mert hogy edző nélkül, teljesen amatőrként, szerényen a maguk módján a nulláról jutottak el oda, hogy hazánkban ők az egyetlen pár, amely teljesítette a dupla Ironman-t. Andi pedig az egyedüli anya, a között az összesen 6 magyar nő között, akik dupla Ironman-en mutatták meg, mire képesek. Most a tripla Ironman-re készülnek, és ezt a kitartást és szorgalmat látva ki tudja, hol áll meg majd ez a páratlan páros.